Dr. Fiavik Géza polgármester a napirend tárgyalásának elején a pályázati előzményeket ismertette. Nem ismeretlen a képviselőtestület, illetve a lakosság előtt sem a repülőtér melletti 6,7 hektáros területről van szó, amely itt a városi közbeszédben is, ez az off-road pályaként említett. Igen, a kalocsai off-roados sportolók is ezt a területet használták. Hogy kerültünk ide, hogy ezt a döntést meghozzuk, ugye egy vételi ajánlat érkezett erre a területre, és amikor önkormányzati területre vételi ajánlat érkezik, akkor nyilván testület dönt róla. Itt az értékhatár miatt nyilvános pályázatot kellett kiírni. Ez megtörtént, volt egy képviselői módosító javaslat, hogy az értékbecsült ár feletti áron mintegy 40 millió forintos minimál árra írja ki a pályázatot az önkormányzat, ezt meg is tettük, akkor egyetlen egy ajánlat sem érkezett erre a területre. Majd amikor módosította a képviselőtestület az eredeti szándéka szerint és az értékbecslés ben meghatározott minimál ára, akkor ott is ez a pályázati értékesítésnél egyetlen egy pályázat került benyújtásra, attól a gazdasági társaságtól, aki a vételi ajánlatot is tette. Az előterjesztésből kiderült, a társaság célja egy komplex, változatos raktározási és termelési tevékenységet lehetővé tevő fejlesztés. Ennek keretében a területen 3 darab, egymástól elkülönülten üzemelő, egyenként mintegy 10 000 négyzetméter alapterületű logisztikai csarnokot építenek a hozzátartozó utakkal együtt. A beruházó azt ígéri, hogy az építés során a kötelezően előírt zöld felületek létrehozásán túl a lakossági igényeket is figyelembe veszik. Mint elhangzott, a társaság vételárként az előzetesen elkészült 33,3 milliós ingatlan szakértői értékbecsléshez közeli 33,7 millió forintos ajánlatot tett. A napirendi pont tárgyalásának végén a képviselők egyhangú szavazással adtak zöld utat a telek eladásának, a logisztikai központ megépítésének, amely alapterületét tekintve az egyik legnagyobb lesz a térségben.